Több mint fél éve indult útjára a Kávészünet című műsor. Ez idő alatt rengeteg érdekes embert ismertem meg, akik egy kávé mellett meséltek az életükről, a szakmájukról, és válaszoltak nekem olyan kérdésekre, melyek sokunk fejében ott motoszkálnak. Ezúton is köszönöm nekik a bizalmat. Hogyan is tud jól együttműködni tanár és szülő a mindennapokban? Az egyik legfontosabb dolog szerintem az a szülő részéről a bizalom a tanár iránt. Tehát, hogyha egy szülő rábízta a gyermekét egy bizonyos tanárra, akkor én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy bízzon benne, és abszolút ne vegye át ő az irányítást, hanem hagyja a döntéseket a tanárra bízni, és ezeket, amiket hozza a tanár, ezeket a döntéseket mindenféleképpen el kell, hogy fogadják a szülők. És nyilván előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy a szülő szerint nem jól dönt a tanár, de akkor pedig elsősorban meg kell ezt vele beszélni négy szem közt. Én azt gondolom, hogy le lehet minden tanárral ülni, tehát mindig szóból értünk, emberek vagyunk, és meg kell beszélni. A tanár, hogy tudja segíteni a szülőt, ez mindenféleképpen szülő és család függő. Sokan álmodoznak gyermekkorukban színészi karrierről, viszont csak kevesen valósítják meg ezeket a vágyakat. A Kecskeméti Pótszék Társulata csupa olyan felnőttből áll, akik régi álmukat váltották valóra azzal, hogy megalakították amatőr színjátszó csoportjukat. Csak halkan jegyzem meg, annyira nem is amatőrök, hiszen már bérletes előadásaik is vannak. Hogyan jut el valaki oda felnőtt korában, hogy azt mondja, hogy én most egy színitársulat tagja szeretnék lenni, vagy hogy én most igenis ezt szeretném csinálni, ezek vajon ilyen régi álmok, amik most megvalósulhatnak? Én azt gondolom, hogy valahol ez mindenkinek egy régi álma. Természetesen van köztünk, akinek van színjátszó múltja, korábban is játszott itt-ott, és van, aki pedig a Pótszékkel kezdte meg színjátszói mi voltát létét. Természetesen a Pótszék az egy platform. A társulat az egy olyan platformot biztosít a hozzánk jelentkezőknek, a társulati tagoknak, ahol megmutathatják magukat. A premierek általában, sőt mindig Kecskeméten vannak, most már végül is hagyományt kezdtünk el teremteni vele, hogy az Új Kamara Színházban, utána az ifjúsági otthonban, hiszen azért az továbbra is mindig az otthonunk marad, majd utána különböző városokban lépünk fel, ahol szeretettel látnak bennünket. Eljutottunk odáig, hogy most már rendes színházi bérlet keretén belül is szerepelünk. Nekem gyerek fejjel van egy, vagy volt egy emléképem arról, hogy milyen a széktói strand, milyen a Benkódomb, ott az egész, amikor ott voltak a gyereknapi rendezvények, meg a lufik szálltak a magasban, meg minden. Ehhez képest most azért egy picit más a kép, és ugye most már azért nagyon sok olyan tematikus rendezvényetek is van, ami azon felül, hogy a családokat várja, azon felül most már a fiatalabb, illetve a középkorosztályra is nyitott. Igazából 7-8 évvel ezelőtt jöttünk Budapestről vakon, hogy majd történik valami, és megváltjuk a világot. Saját ötletekkel, aztán azt láttuk a legjobbnak, hogyha elkezdünk összedolgozni helyi szervezőkkel, buli szervezőkkel, programszervezőkkel, rendezvényszervezőkkel, és közösen együtt elkezdjük mozgatni Kecskemétet meg a helyszínt. Nem mondom, hogy vissza tudjuk hozni a régmúltat, amit ott az ember megismer, de próbálunk mindig újítani és színesebbé tenni. A Fehér Vera a hibaizmus szülőanyja, no meg persze az 5 éves lenkéjé, akinek művészlelkű anyukája miatt varázslatos gyerekkora van, tündérfürdővel, esővízben való pocsolyázással és rengeteg megörökített pillanattal. Mert hogy Vera több mint 10 éve a fotózást választotta önkifejezésének egyik módjára. Azóta folyamatos fejlődésen megy keresztül. A hibaizmus az végül is az egy ilyen nagyon hosszú, kísérletezős korszak volt, azt kell mondjam most már. Bár nem, nincs vége, de az egy ilyen útkeresésként is funkcionáló dolog volt, ami hát az én korosztályomban élő alkotókat, vagy a kortársaimat, vagy akik hasonló érdeklődésűek, őket is
magával sodorta az egész. És akkor ezt együtt tudtuk csinálni, de arra igazából, hogy így a saját utamat jól bejárjam, arra nem nagyon fordítottam sose energiát. Vagy hát ez volt az. Most viszont egy kicsit már így elkezdett hiányozni az, hogy akkor most az én képi világom vagy, hogy nem a hibák, vagy nem kifejezetten ebből építkező dolgok, hanem így emberként, nem egy ilyen elborult művészként, hanem egy ilyen emberi oldalról, vagy nem tudom. Voltál elborult művész? Hát mondjuk azt lehet, hogy nem is fogom sose kinőni. Ha valamilyen problémás családban születik egy kisbaba, ez befolyásolhatja a babának a táplálását, vagy magát az anyatány minőségét, illetve hát ezt az egész gyermekágyi időszakot. Hát nyilván befolyásolja, tehát az anya, ha egy jó családi háttér, egy támogató környezetből kerül ki, akkor nyilván sokkal egyszerűbb a dolga, mint hogyha egy problémásabb, egy teli konfliktussal kezelt családban nő föl, illetve nagyon fontos az, hogy ő milyen mintákat látott. Milyen mintát látott a saját anyukájánál, mert ha akarjuk, ha nem, azt a mintát fogja továbbvinni, ha ő rossz mintát látott, akkor neki igenis tudatosan kell majd keresni az okot, hogy hol tudja majd azt megszüntetni, ami neki nem volt jó. A Kecskeméti Katona József Színház súgója. Férje Sirkó László színművész, két lányuk Anna és Eszti szintén művészi pályát választott. Ahogy ők mondták, el sem tudtak volna mást képzelni, hiszen kis túlzással a színházban nőttek fel. Ő az egyetlen Magyarországon, aki a színházi súgók közül megkapta a Magyar Aranyérdem keresztet. Szerinte az a jó színházi előadás, amit hazaérkezés után a néző tovább gondol, még benne él és a hatása alatt van. Az eredeti terv az volt, hogy te színésznő leszel. Nyilván ez egy idő után így megkapod, de javíts ki, hogyha tévednék, de igen. Egy színházi súgó nyilván nem megy színpadra. Neked ez nem, nem. Hiányzik azóta sem? Egyáltalán nem, nem hogy is te érdekel. Látszódj, hogy te... Nem, pontosan az hiányzik belőlem, ami a színészethez kell, hogy szereti magát megmutatni és kitárulkozni. Én inkább ilyen rejtőzködős vagyok. Nem, egyáltalán nem vagyok ilyen, viszont a háttérmunkát meg imádom, meg a színházat is. És szerintem amit csinálok, jól csinálom, sokkal jobban csinálom, mint hogyha színésznő lennék. Nem lennék olyan jó színésznő, mint amilyen jó súgó vagyok, ez meggyőződése. Kíváncsiak műsorban van valami olyan sztorid, vagy valami olyan embertípus, aki te mondjuk, hát most ez lehet csúnyán hangzik, hogy jókat szórakozol, de biztos van ilyen típus, aki... Van, persze, mondom, persze, hogy van. Hát a részegek, azok az egyik kedvenceim. Már csak azért is, mert nem értem, hogy mit mond, tehát így. És akkor azt összerakni. Mondjuk igen, vannak vicces esetek. Nem is tudom most így hirtelen, tehát ahogy a kiejtések, akkor ugye, hogy nem tudják a szám címét, akkor teljesen más, a játszunk-e Bódi Gusztit, nem játszunk, miért nem játszunk, akkor mit játszunk, hát akkor játszunk még mellette több ezer dal, tudod, hogy amiből lehet választani. Aha. És akkor, hát ezek vicces történetek, de azért ez el tud menni fárasztóba is, tehát például az marha idegesítő tud lenni, ha nem köszön, nem mutatkozik be. Szóval ezek ilyen alapvető dolgok, ami jó lenne, ha úgy kezelnék a betelefonálók is, hogyha tényleg ott azért van egy jó ember, akivel beszélgetik. Mik voltak azok a kimagasló esetek, amiknél esetleg még a doktornő is azt mondta, hogy ez tényleg sok volt, vagy ez tényleg, tehát hogy volt, nyilván voltak ilyenek, de hogy, vagy mondjuk melyik volt a legkisebb súlyú baba, aki a kezei között volt? A legkisebb, aki egészségesen hazament, mert ugye az nagyon fontos, hogy milyen életminőséget tudnak élni ezek a babák. Tehát, hogy ezek a gyerekek, ezek tényleg tudjanak iskolába járni, szaladjanak, beszéljenek. Tehát ez a cél. A legkisebb, aki hazament éppen egészségesen, az 450 grammal született. Ez azért nagyon pici. Mindig megmondja az igazat, a teljes tényvalót. Meg. Ezt igazából azt gondolom, hogy ez visz előre. Tehát bármit. Én azt is megmondom, hogy nem tudom. Ez először mindig furcsán hangzik a szülőnek, amikor azt mondom, nem tudom. Tehát erre nincs válasz, de higgy el, ha lesz.
és bármit kérdezhet. Mindig azt mondom, hogy nincsen lökött kérdés, csak olyan, amire nem válaszoltam. És ha beszél, az már jó. A legrosszabb az, amikor nem tud kérdezni, amikor nem tud szólni, hanem teljesen bezár a szülő. Nem volt olyan pillanat soha, hogy ezt mondta a doktornő, hogy ez sok, nem bírom. De kétszer fel akartam állni, hogy akkor más akkor terület. Igazából azt gondoltam, hogy a családomnak nagyobb szüksége van, de mind a kétszer betegektől kaptam olyat, hogy nem, tehát nem tehetem meg. Tehát sok volt, nagyon sok volt, és mondtam, hogy jó, mindenki pótolható, és akkor lehet, hogy inkább most egy kicsit anya lennék, vagy egy kicsit csökkentem a terhet, de itt csöng a fülembe egy apukának, megkérdezte, hogy hogy bírom, hogy most tudta, hogy beteg a gyerek, mert hallotta a telefonból, a sajátom otthon, és a doktornő bejött, hát mondom, de persze nem mondom, itt kell, és mondom, de mondom, látja, mondom, az elgondolkoztam rajta, lehet, hogy mondom, most nagyon otthon kellett volna maradnom, vagy valami más csinálni, és odaállt elém az apuka, hogy nem, tehát hogy ezt nem tehetem meg. Mondtam, hogy amíg itt van, addig biztos nem hiszem meg. Én karakán apukák vannak. Igen, és ez meglepődte, hogy azért egyrészt elgondolkozott rajta, másrészt meg pont jókor, jó időben mondta. És akkor az utolsó megerősítés az aranyanyagú volt, hogy akkor azért csak maradni kell. Lenne olyan, amit máshogy csinálnál? Szerintem nem. Én úgy érzem, hogy magamhoz képest mindig 100%-ot nyújtok, kivéve akkor nem. Én is szoktam lusta lenni. Nagyon ritka. Van-e neked olyan elképzelés a fejedbe? Tudom, hogy nagyon nehéz, de csak egy pillanatra próbáljuk meg, hogyha nem a táncot csinálnád, akkor hol lennél most? Mi az, ami még érdekel? Mit tudom én? Bármi lehet. Szobafestés, vázolás, orvos, akármi. Tehát a vicc, hogy igazából varónői családból származunk, szóval nekem még az ő nagymamám is varónő volt, és ugye én hivatalosan varónő lennék. Tehát így a anyuéknak a verziójában, szerintem igen, most én így ülnék egy gép előtt, és tónám a kis dolgokat így előre, hátra, és így ott szerintem így lehet, hogy így. Tehát nem tudnám elképzelni, hogy én valaha ezt csináltam volna, de a hivatalos verzióva ez lett volna. Ami még engem érdekelt annó, az a divattervezés. Úgy nagyon szeretek, ugye, hát ez megmaradt, attól függetlenül a fellépő ruhákat, ugye én tervezem a gyerekeknek, de nekem nagyon tetszett az a világ is. Tehát a modellkedés, annó szépségversenyek, akkor ilyen divattervezés, ilyesmi. De az is csak egy plusz, mert hát persze nem bírtam benne lefáradni, és így... Pont azt akartam mondani, hogy a hiperaktivitás meg a varrógép alatti műtyűrök tologatása ja. Úgy valahogy annyira nem fér össze nekem se. Idén ünnepli a 80. születésnapját, ugye az otthon mozi. Most maga az épület ünnepli, vagy a mozi, ezt tisztázzuk? Hát a mozi, mert hogy a mozi 1937-ben nyitott szeptemberben, és ebből annyit gondolkoztam rajta, hogy ebből a 80 évből én 20-at ott dolgoztam, és ez egy tök jó dolog. Egy negyede? Nem vagyok jó matekos, de talán azt hiszem, hogy egy negyedét már 20%-át már a nyitás óta ott vagyok, és hogy nagyon nagy megtiszteltetés egy ilyen dologban közreműködni, hogy továbbvinni. Tehát hogy tök jó dolog továbbvinni ezt a dolgot, amit valaki egyszer fontosnak tartott, áldozott rá pénzt, energiát, elhivatottságot, és hogy én meg az vagyok, aki ezt tovább viszi. Te a színpadon, ugye itt a Kecskeméti Katona József Színházba, azért most már ugye beszéltük, hogy 6. éve játszol, vagy 6 éve. Igen. És mesélj már nekem egy picit arról, hogy melyik az a... Most nem azt mondom, hogy melyik az a szerep, de nyilván a kedvenc szerepedre is nagyon kíváncsi vagyok. 2 éve egyébként, uh-huh. Hogy Barta Lajos szerelmét bemutattuk, amit Bezerédi Zoltán rendezett, és az egy olyan találkozás volt rendezővel, kollégákkal, darabbal, szereppel, mindennel, hogy emlékszem, azt mondtam, amikor bemutattuk, hogy ha nekem csak ennyi lenne, akkor már abban az évadban, ha csak az lenne, akkor azzal is nagyon-nagyon boldog lennék. De hát hál' Istennek nem. De igen, csak az volt. Nyilván egy hónapra rá azért örültem, hogy van még melóm, de ezt nagyon szerettem, Luizát, nagyon-nagyon szerettem. Az egésznek a... Tényleg ott valahogy
a csapat is nagyon jól összejött. Mindenki egyformán akarta a dolgot. Nagyon együtt voltunk, nagyon sokat voltunk együtt. Meg ott valahogy az, hogy a Bezeréd is nagyon jól kommunikált velünk, hogy nagyon, nagyon jó volt vele dolgozni. Meg őt senki nem ismerte, tehát nem nagyon dolgoztunk vele korábban, meg ő se ismert minket. És akkor igen, és ettől volt egy olyan energiája a dolognak, hogy mindenki meg akarta mutatni, hogy ő milyen. És ez a legjobbat hozta ki mindenkiből. Azt nagyon szerettem.